Azért itt a hegyek közelében már hideg volt éjjel, és holnap is kinn alszom, kell valami megoldást találnom erre. Nagyon jó meleg. Ez most kell. A két forró ital, utána még ez a jó kis meleg. Az a helyzet, hogy már annyira a hegyek között vagyok, 5:40-kor jött fel a nap, most 7 óra 17 perc van, és még mindig nem bukkant elő itt a csúcsok mögül, úgyhogy bár elvileg ugyanúgy 10 fok van, mint ahol tegnap aludtam, de sokkal hűvösebbnek érzem, erre majd fel is kell készüljek a mai kintalvásra, és két terv van mára. A terv az, hogy mivel itt maradok a környéken, ugye holnap is itt alszom, ezért hát szeretnék egy kicsit túrázgatni, vagy ilyesmi, és egy boltot újba ejteni, mert ahova innen megyek, az már még inkább a hegyek között lesz, és még inkább turistás, úgyhogy kevesebb boltra számítok, és drágábbakra is, úgyhogy lehet, hogy az egész hétre be fogok vásárolni, és aztán ha a Z-tervnek kell életbe lépni, az azért lesz, mert hogy mára esőt jósolnak ide. Ahogy nézegettem tegnap este, meg ma reggel a jelentéseket, egyre kevesebbet írnak, tehát ha szerencsém lesz, lehet nem is esik, most egy darab felhő nincs még az égen. Ha mégis esik, akkor az Z-terv az az, hogy valahova behúzódok, lehetőleg egy internet kávézó jellegű helyre, és akkor ott dolgozgatok, és töltögetek, bár most mindenem fel van töltve, de akkor inkább úgy mondom, hogy legalább nem merítem őket, és a boltot természetesen a Z-tervbe is beleszőttem, úgyhogy ez a kettő lehetőség. Hogy mi lesz? Azt még én se tudom, de te lehet, hogy a címből már igen. Igazi mosogatóban mosogatok. És meleg vízzel! Közben előbukkant a napocska. Otthon nem kifejezetten vagyok egy rendes gyerek, de itt szeretek úgy elindulni, hogy ez itt így rendben van. Na, most valami olyat fogok csinálni, amit még sosem. Szalmabálán fogok dolgozni. Mondja bárki, hogy ez nem vicces. Van egy projektem. Nem nagy projekt, de nekem fontos. Megremélem, hogy neki is. Van itt egy ilyen, hogy is kell politikailag korrektül mondani, fogyatékkal élő, azt hiszem, srác itt a farmon, és jött, nagyon aranyos volt, hozott nekem egy üres kólásdobozt, meg vitt megmutatni a farmot, de hát ezek a dolgok mindig ilyen zsákutcába torkollottak, de nagyon aranyos, és hát, na mindegy. Az anyukám sütött az útra nekem sütit, úgyhogy szeretném megkínálni, és nagyon remélem, hogy legalább neki egy Hello! Valami játszik. You want one? Oh, go and out. Yeah. Bravo. Kóstold meg. Kóstold meg. Jó? Pincsi? Yeah, we're going to try it, yeah. Jó. Hát nem tudom, hogy... Na mind. Szóval ennyi. Komászak én is egyet. Amúgy... Bocs, itt a brennában. Amúgy azért hoztam, azért kértem anyukámat, hogy süssön, hogy az extra kedves embereket megkínálgassam, de én nagyon ilyen magányos farkasban nyomom, nem nagyon tudtam kokettálni. Couchsurfingen nem nagyon válaszolgatnak az emberek, vagy nem nagyon akartak találkozni.
számkivetett vagyok, ahogy már valamelyik videóban mondtam, egy igazi bandita, úgy látszik, törvényen kívüli. Hát, gyűlnek a felhők, de azért rámegyek a hegyre, úgy döntöttem. Ezt próbálom kitalálni, van itt egy 1007-es csúcs, amire fel lehet túrázni, mert hogy ide ezekre a nagy-nagy-nagy csúcsokra nem vezet túraútvonal, úgyhogy nem fogok itt most rövid gatyába gleccsert vagy ilyen havas részeket mászni. Annyira hülye még én se vagyok, de jó lenne mással bekerülni a hírekbe, na igazából ez van. Valami pozitívval, úgy értem. Na jó, fölmegyek ebbe a mákekbe, és onnan megy két egy kis csúcsra, meg följebb, azt majd meglátom, hogy melyikre indulok. Jó, menjünk mákekbe! Kedves GPS barátom, elvitt a viharba. Úgyhogy ami az előbb 15 perces út volt, az most már 41 perces, úgyhogy körülbelül 10-et jöttem. Nem mindegy. De jól nézett ki itt a táj, úgyhogy gondoltam, akkor már megállok egy szelfire. Nem, szelfit nem csinálok, de egy panorámaképet lehet. Na, egy szelfit így. A madarak is remélem hallatszódnak. Ott meg már jönnek a felhők. Ajajaj. És oda szeretnék valahova. Ja, szóval oda szeretnék valahova. Fel. Hát akkor próbálkozok tovább. Elég nagy ez a hely, csak megtalálom valahogy. Megálltam nézegetni a térképet, hogy hol tudok beszállni valami túrába, és mire fölnéztem, megredt az eső, úgyhogy jön a Z-terv. Először is elmegyek egy boltba, hogy az legyen kipipálva. És hát van itt egy nagyobb település, ott néztem ki egy nagyobb üzletet, és még azt is megpróbálom, hát ha találok egy kávézót, internet kávézót, valami olyan helyet, ahol be tudok ülni. Dolgozni. Rossz egyébként, hogy dolgozásnak hívom, mert az a baj, hogy annyira szeretem ezt csinálni, meg most ezeket az anyagokat annyira jó vágni, kb. Újraélem az egészet, meg néha még röhögök is magamon. Szóval szívesen csak itt, ha lenne áramom, basszus, lehet, hogy nem sokat túráznék meg ilyesmi, nem csak feküdnék ott hátul, csinálgatlan, átgurulnék máshova. Na mindegy, szóval nem bánom, hogy így alakult. Esik a eső, az kész. Megyek, vásárolok, kávézok, dolgozok. Nem. Írjátok már meg, minek hívjam, ha nem dolgozásnak, mert pláne, hogy pénzt nem kapok érte, mégse kéne dolgozásnak hívni. De közben meg bizonyos szempontból mégis olyan. Na mindegy, túl sokat beszélek, menjünk! Ilyet nem veszek, csak megmutatom, magyar szkigulás. Megint egy tök jó élmény, nem mértem le a gyümölcsöt, és a kasszánál ezért nem hiszti volt, hanem a nő felpattant, elszaladt és lemérte nekem. És természetesen mosolyogva mindezt, és visszafelé szirénázott, hogy elengedjék az emberek. Majd miután fizettem, azt mondta, hogy Isten hozott. Hát nagyon köszönöm. Az ilyen élményekért is utazom. Na, Google barátom ajánlott egy kávézót. Megnézzük, hogy ott mennyire örülnek nekem. Jaja,
a hegyek, ahonnan jöttem, rendesen felhőbe borultak. Annyira nem, mint ott, totál fekete, de ott se sokkal jobb a helyzet, úgyhogy... Bár itt most épp süt a nap, de azt hiszem, hogy ez a jó döntés. Kapufa! A városnak arra a részére be se lehet hajtani. Úgyhogy nézek egy másikat. Találtam helyet. Yeah! És azt hiszem, hogy itt is fogok ragadni egy jó időre, mert olyan fekete felhők jönnek, hogy nagyon komoly zihék várható. Ami lehet, hogy nekem még jó is jön. Leszámítva, hogy az A-tervet el kellett engedjem és a Z-re váltsak, nem volt egy rossz nap. Viszont a cseresznyét a nap tetejére nem bírtam felrakni. Két órán keresztül kóvályogtam mindenféle helyeket keresve, ahol van wifi, hogy feltöltsem a videót, amit megvágtam. De nem találtam elég gyorsat. Úgyhogy offline marad ez a videó egyelőre. Foglalja a helyet a videómon csak, de... Vigasztal az a tény, hogy hol fogok ma aludni. A felmenőimet nem ér szidni. De ez most jó lesz mára. Remélem, hogy nem haragszol olyan nagyon. Te is megteheted ugyanezt, hidd el. Csak lehet, hogy nem holnap, hanem egy kicsit dolgozni kell érte. Ez lesz a mai üzenet, azt hiszem, a mai okosság. Már azt sem tudom, miket mondtam korábban. Na, szóval, kösz, hogy ma is velem tartottál. Holnap még nem tudom, hogy mi fog történni egész pontosan, lévén nekem vasárnap lesz, és nem nagyon akarok dolgozni, az időjárás még nem néztem, nem tudom, lehet, hogy itt leszek egész nap, aztán délután átgurulok a másik nemzeti parkba, hova szeretnék menni. Ha velem tartasz, akkor majd megtudod te is. Na, még egyszer kösz, hogy megnéztél ezúttal is. Legyen szép a napod, estéd, reggeled, whatever. Csáá!